Bent van a századik! Századik! Századik adás! Megvan a századik adás! Yeah! Na húzzunk is kifele! Gyerekek, megvan a századik rész! El tudjátok ezt hinni? Számomra még egy picit olyan hihetetlen, de sikerült. Pontosan ma van 100 napja annak, hogy elkezdtem ezt a vlogot csinálni. Az ok, amiért annak idején elkezdtem vlogolni, az az, hogy javítsak a kommunikációmon, javítsak a beszédemen, mivel egy-két részből, főleg az elején számotokra kiderülhetett, hogy nem forgatom jól a szavakat. Néha nem jönnek úgy a számra, ahogy kellenének. Igen, szóval ez is egy célja volt annak, hogy elkezdjek vlogolni. Amikor belekezdtem ebbe az egészbe, akkor nem gondoltam én végig, hogy milyen a saját életem, hogy mennyire érdekes, vagy mennyire nem. Igenis, vannak néha olyan napok, amik nem annyira érdekesek, illetve nem annyira eseménydúsok. És bizony, néha egy-egy résznél lehetett érezni, hogy egy kicsit unalmas ez az egész. Így kezdő vloggerként nincs egy könnyű helyzetem, főleg úgy, hogy még ráadásul tél is volt, téli időszakban kezdtem ezt az egészet el, de most már jön a nyár, úgyhogy remélhetőleg sokkal többet fogunk kint a szabadba, több időt fogunk tölteni a szabadba, illetve több helyre fogunk utazni, és egy-két újítást is be fogok vezetni, majd az is hamarosan ki fog derülni, csak jöjjön meg a postás. Szóval igen, próbálom egyre jobbá tenni ezeket a vlogokat, hogy ne legyenek túlzottan unalmasak, de ehhez nekem sokat kell tanulnom. Technológián kell csiszoljak, a gondolkodás módomon kell csiszoljak. Szóval elég sok rétű ez a dolog, amin csiszolni kell még egy picit. De én szeretek tanulni, tudjátok, úgyhogy én állok elébe ezeknek a kihívásoknak. Persze azt se felejtsük el, hogy mindez nélkületek semmit sem érne. Köszönöm szépen azoknak, akik feliratkoztak a csatornámra. Ha jól tudom, most 157 feliratkozó van a csatornán. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy követitek a vlogot és néztek. Remélem, hogy mindannyiótokkal fogok találkozni a következő 100-as mérföldkőnél. Sziasztok! Hello! Ma van a századik rész. Hát ez valami isteni csúcs, szuper! Gratulálunk hozzá! Veszed is, amit kommentálunk? Igen. Gratulálunk a századik részhez, Huci Péter úr. Nagyon ügyes vagy, és kitartó. Ti mit szóltok hozzá, kisbabák? Hello! Tudom, hogy van néhány hiányosság, amit igyekszek nem sokára pótolni. Mondjuk egy bemutatkozó. Ha jól tudom, akkor bemutatkozó videót azt nem is csináltam. Az a helyzet, hogy túl sok Casey Neistatot néztem, és nézek a mai napig is, és gondolkodás nélkül csak így fejest ugrottam ebbe az egész vlogolásba. És ezért maradtak el ezek a nagyon fontos dolgok, de igyekszem ezeket pótolni. Ennyi volt a mai vlog mára, köszönöm szépen a figyelmeteket, az új nézőket köszöntöm a csatornámon, ne felejtsetek el feliratkozni, hiszen tudjátok, még nem tudjátok, de majd most megtudjátok, hogy minden nap fogok feltölteni egy videót a YouTube-ra, úgyhogy ha szeretnétek követni a vlogot, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Köszönöm szépen még egyszer, akik már feliratkoztak, akik néznek, nélkületek ez semmit nem érne, találkozunk holnap. Ma
Ez ma van a 100. adás! Ma van a 100. adás! A 100. Megvan a 100. adás, ez a mai a 100. adás, a 100. Nevessetek sokat!